egy hétvégi barangolás Lánchútban és egy kicsit Dingolfingben magyar emlékeket keresve. Lánchút a kb. 75 ezer lakosával Alsó-Bajorország legnagyobb városa. A várost, mely több évszázados múltra tekint vissza, 1204-ben Kelheimer Ludwig bajor herceg alapította. A történelmi városközpontot két utca, az Altstadt és a Neustadt közötti városrész határozza meg, színes, gótikus és reneszánsz kori homlokzatos házaival. 1253-ig Lánchút a Wittelsbach család székhelyeként szolgált, így Bajorország de facto fővárosa volt. Az Izárparti elhelyezkedésének és a régi kereskedelmi utak kereszteződésének köszönhetően a város gyorsan fejlődött. Lánchút dicsőséges időszakát 1392 és 1503 között a három gazdag, azaz Herzog Heinrich, Ludwig és Georg der Reiche von Bayern uralma alatt élte. Csak a pusztító 30 éves háború hozott jelentős fordulópontot, majd 1634-ben a svédek meghódították és kifosztották a várost. A lakosság több mint egyharmada meghalt háború és pest is következtében. 200 évbe telt, mire a város felépült újra ebből a katasztrófából. Lánchút az egyik gazdaságilag legerősebb település Bayernben. Ez köszönhető a kedvező délbajorországi fekvésének, a müncheni metropolis közelségének, valamint Lánchút közlekedési csomóponti helyének. Lánchút város határában járunk, a Rákóczi forrásnál. Egy emléktáblát találunk itt, melyet az egykori magyar emigránsok helyeztek itt el 1940-ben. Az emléktábla arra emlékeztet minket, hogy egykor itt járhatott Rákóczi Ferenc fejedelem. De hogy mikor is, ezt nem tudjuk pontosan, ugyanis írásos emlékek pontosan erről nem maradtak. Az viszont tény, hogy 1694-ben az esküvőjére igyekezett Kölnbe, Hesseni Sarolta Amáliával szeptember 26-án tartották ezt az esküvőt, és visszafele decemberben is járhatott akár itt, amikor Magyarországra indult már párjával. Forrás mellett találunk egy kedves kis szobrot is, Kolotko Mihály szobrászművész alkotását. 2020-ban a magyar diplomáciai képviselet Münchenből járt itt, és helyezte el itt ezt a szobrot. Emlékeztet minket arra, hogyan is nézhetett ki egykor a fejedelem, és vajon hogyan pihent meg annak idején itt a lovával. Lánchút mellett a Várdombon találjuk a Trausnitz erődítményt és kastélyt, melyet egykor 1204-ben első Ludwig bajor herceg alapított, és 1235-ben lett kész. Az egykori szellemi és kulturális központban olyan lelkészek is megfordultak, mint maga Tannhauser és Walter von der Vogelweiden. És amiről híres még a Trausnitz kastély, hogy 1475-ben itt tartotta Reich Georg esküvőjét a lengyel király lányával, Hedviggel. Ez az esküvő olyan híres lett, hogy a mai napig Európa legnagyobb kulturális fesztiválja. Négy évente ugyanis megismétlik 1903 óta a rendezvényt, és ebben az időben több mint 2000 résztvevővel lejátsszák újra az akkori, egykori esküvő jeleneteit. Esküvő akkoriban több napig tartott, manapság három hétig. Lovagi tornákat, ünnepségeket rendeznek szerte a városban, udvari borondok vidítják az embereket. A szereplők természetesen korabeli ruhákban járják a várost, és lahóval üdvözlik a turistákat. Tudniillik a halló, a hivatalos német köszönés, ezt megfordítva a Lánchúter Hochzeit elnevezésre akarnak utalni.
Ez egyben Európa legnagyobb történelmi fesztiválja, amelyet az UNESCO szellemi kulturális világörökségévé nyilvánított. Trausnitz kastélyban 1961-ben kitört tűz pusztító hatással volt a művészet történetre, mivel a reneszánsz termek és II. Ludwig király kamráinak nagy része helyrehozhatatlanul megsebisült. Később kaszárnyaként, az 1831-es kolera idején kórházként, most azonban múzeumként funkcionál. Az 1998-ban megnyílt szobormúzeum Fritz König világhírű szobrászművész életművét és gyűjteményeit mutatja be. Trausnitz kastély alatt terül el Landshut gyönyörű belvárosa. A festői macskaköves kis utcákon találhatjuk azt a székesegyházat, melyet Szent Martinról és Szent Kastulusról neveztek el. A székesegyház Németország egyik legmagasabb 130,6 méter magasságú gótikus, égetett téglából készült tornyával rendelkezik. Szent Mártonról bizonyára mindannyian tudjátok, hogy Szabáriában, azaz Szombathelyen élt sokáig, olasz tanulmányai után ide érkezett, Szombathelyre érkezett vissza, s ott keresztelte meg édesanyját is. Hittérítő munkája itt Németországban is nagyon híres volt, és sokan hallottak erről, ezért nagyon sok székesegyházat és templomot neveztek el itt is róla. Szent Kastulust is ismerjük Magyarországon, hiszen ő volt az, akihez nevéhez kötődik, a kapzsiság, a gonoszság következtében megkövesedett kenyér. Ugyanis annak idején áruhába öltözött, és ide látogatott a településre, és bekopogott egy gazdag hölgyhöz, alamizsnát kéregetve, aki viszont a lányát kérte meg, hogy adjon neki egy kenyeret, az utolsó kenyerüket. Ő viszont nem szerette volna ezt odaadni ennek a szegény embernek, és a gonoszság és a kapzsiság miatt ez a kenyér kővé változott. Képzeljétek, a lány új lenyomatai állítólag még ma is láthatóak ebben a kőben. Viszont ezt a követ csak nagyon ritkán láthatjuk. A Szent Kastulus Fesztiválon veszik csak elő évente egyszer. Egy ezüst tartóban található az altemplom kincstárában, és ez az erekje egy különleges kincse ennek a székesegyháznak. A templom építése is ugyanakkor kezdődött 1204-ben, mint fönt a Trausnitz kastélyé, és gótikus formáját, igazi kiteljesedését és szépségét az 1300-as évek végén kapta meg. Természetesen abban az időben, amikor Ray Georg gazdag várossá alakított át Landshutot, nyerte meg az igazi mai formáját, és az 1500-as években alakították ki belsejét. És itt került sor a hercegi pár esküvőjére is, azaz itt mondták ki az igent a templomban. Város kiemelkedően szép épület együttese az Elegantál Ciszterci zárda, melyet a Kleine Izártól nem messzire találunk. Az épületet 1232-ben II. Géza királyunk unokája Ludmila hercegnő alapította. Itt volt egykor a sírhelye Erzsébet hercegnének is, aki IV. Béla
leánya volt, illetve Ottó királyunknak, aki 1305 és 7 között uralkodott Magyarországon. Az uralkodói sírhelyeket azonban már nem találjuk itt meg. A 17. századi svéd háborúk idején ezek a sírhelyek odavesztek, illetve a 30 éves háború idején is úgy feldúlták ezeket az épületeket, hogy már csak írásos emlékeket találunk róluk. Wittell Bax, bajor Ottó királyunk legendáját gondolom mindenki ismeri Magyarországon, hiszen az ő nevéhez fűződik az, hogy elgörbült a királyi korona tetején a kereszt. Amikor Magyarországra indult koronázására, a Habsburg Rudolf elől menekülve kerülő utakon tért haza, és egy csobolyóba tette bele a királyi koronát. Útközben ez a csobolyó leesett, talán mindannyian emlékszünk a korabeli leírásokból erre, és ekkor eltörött, és ekkor sérült meg, ha minden igaz, a kereszt a tetején. Lanchút egyik gimnáziuma előtt járunk, melyet Hans Karosszáról neveztek el, mégpedig azért, mert egykor ő is itt tanult ebben a gimnáziumban. Hans Karossza orvos és írót kifelejtettük passzói filmünkben, ugyanis ő orvosként Passauban dolgozott évekig, majd mellette Félszhofenben, mint író élt haláláig. És amiért nekünk ez magyar szempontból fontos, az első világháború idején Hans Karossza a román fronton, mint haditudósító és hadi orvos dolgozott, és készített egy naplójegyzetet, melyet később írásos formában ki is adtak, ugyanis itt a fronton sok magyar és román katonával találkozott, akikkel beszélgetett életükről, és hogy hogyan kerültek oda a frontra, és ezeket olvashatjuk is magyar nyelven. A naplójegyzetek a frontról 1916-ból címmel. A város határán vagyunk, az Iszár partján. Itt található Lanchút legnagyobb sírkertje. Egyben Bajorország második legnagyobb magyar sírkertje is. Ebben a temetőben 156 magyar katona emlékét őrzik a II. Világháborúból. Ezek a katonák Horthy Miklós kormányzósága idején Szálasi Ferenc hadnagy vezényletére kerültek ide, és mint katonai egység a város egykori katonai hadi kórházát védték. Lanchút belvárosába egy kedves kis kávézóba tértünk be, ahol Bagó Tünde, írónő, Uti Kalauz és Uti Könyv íróval találkozunk, akinek szerzeménye a Bódani tóról készült alkotás, illetve az Ella háborúja című regény. De Tündét megtaláljuk regényeivel, kis novelláival az interneten is, az Élet Sója című blog írójaként. Tündével azért találkoztunk itt a kávézóban, mert hogy ő is itt él most Lanchútban. És mint utazó, reménykedünk, hogy már biztosan felfedezte ezt a várost, egy kicsit magyar szemmel is. Tünde, mondanál nekünk erről valamit, hogy hogy is kerültél te ide? Igen, én is köszöntöm a nézőket, és nagyon örülök, hogy sikerült veletek találkozni, annak kapcsán, hogy magyar emlékek után kutattok Bajorországban. Én igazából még csak egy éve élek Lanchútban, az tulajdonképpen csak részlegesen, mert az életünk egyik felét a Bódenzénél töltjük még most is. Közel 11 évig éltünk a férjemmel a Bódani tó partján. Ekkor íródott a Bódani tó úti könyvem, amelyhez a férjem készítette a fotókat, és most viszont az ő munkája úgy alakult, hogy elköltöztünk ide Lanchútba, és most már csak a nyaralunkba járunk vissza hétvégente, illetve a szabadságok alkalmával.
És tulajdonképpen most egy éven volt arra, hogy elkezdjem megismerni ezt a város Lanchutot, amely egy nagyon pozitív csalódás, hiszen azelőtt nem is nagyon ismertem, és amikor megérkeztünk ide, akkor meglepett maga a városnak a kinézete, a középkori belváros. Ez nagyon vonzó számomra, hiszen a regényeim témái, azok ugye a Bodensénél is inkább ezekről azokról a helyekről jönnek, ahol a történelem jelen van. És ennek nagyon-nagyon örültem, hogy itt is egy kicsit bekapcsolódhatok ebbe. Igyekszem felfedezni minél inkább Lanchutot. Hogyan tetszik neked a város, a belváros? Nagyon-nagyon-nagyon klassz város. Szerintem jó, hogy ezek a régi gótikus épületek ilyen csodálatos állapotban állnak, mint az Altstadtnak az egyik főutcáján, mint a másikon. Illetve ugye van itt egy gyönyörű vár is, amely igazából fölé magasodik a belvárosnak, de eléggé meghatározza a városképet. Ugyanúgy, hogy a templom is, a legnagyobb templom, amely, mármint a város legnagyobb temploma, amelynek azért van még egy szinte Guinness rekordokba illő tulajdonsága is, ilyen klinkelt téglákból készült, és ebből pedig a legmagasabb torony a világon, ennek a Szent Martin Kirchének a tornya. Nagyon kedves maga a város, szerintem abból a szempontból is, hogy ugye egy folyó, illetve ugyanannak a folyónak két ága szeli át, és ezáltal hidakkal összekötve az egyik városrész, kis szigetet alkot, stb. Úgyhogy nekem emiatt is nagyon-nagyon tetszik. Végül egy kérdés, hogy mit alkotsz, mit készítesz most, mit írsz, ami esetleg újdonság és érdekesség lehet számunkra. Igen, hát én még mindig szívem szerint oda tartozom a Bódeni tóhoz, és nagyon sokat is vagyok most Konstancban, mert hogy a következő regényem, amelynek a címe a Lámpagyújtogató lesz nagy valószínűséggel, ez ott játszódik Konstancban. Igaz, hogy nem a konstanci zsinat idején, hanem tehát nem a középkorban, hanem később, a 20. században, de picit visszanyúlunk a konstanci zsinathoz, és egy magyar emlék is játsza a főszerepet. Igaz, hogy ez egy fiktív dolog, de ahhoz a luxemburgi Zsigmondhoz fog kötődni, aki a konstanci zsinaton ott kint tartózkodott Konstancban, és igazából egy kicsit az Ella háborújával kapcsolatban van az új regény, mert az itt megismert fiatal restaurátor hölgy, ő ebben a regényben is szerepelni fog, és hát kutatja az emlékeket. Lanchut mellett járunk Dingolfing irányába, mégpedig az Ochsenau természetvédelmi területen. Egykor ez a terület volt az Altbayerische Ochsenweg útja, ugyanis a Hortobágyról, Magyarországról nagyon sok szürke marhát tereltek fel egészen Nürnbergig. Nagyon finom eledel volt, és nagyon szerették a bajorok is. Nürnberg egy nagyon gazdag város volt, és szüksége volt bizony eleségre, ezért találták ki a Hortobágyon élő hajduk, hogy egészen odáig elterelik a szürke marhát, ami egy igen szívós állat volt, és kibírta ezt a hosszú utat. Itt, ahol vagyunk most, Ochsenauban is található ilyen jószág, mégpedig azért, mert egy természetvédelmi projekt indult el, ahol is azt vizsgálják, hogy ez a legeltetés hogyan hat a növényvilágra. De 1475-ben, mint már említettük, a híres esküvő idején is jártak itt szürke marhák, mégpedig 323-at tálaltak fel akkor a híres középkori esküvő asztalain, és falatoztak belőlük. Úgyhogy nagyon régóta működik ez az ötlet, és nagyon híresek ezek az állatok arról is, hogy milyen jól kibírják a hosszú utat, akár idáig is. Megérkeztünk Dingolfing városába, ahol a BMW egyik legnagyobb gyártóüzemét építették fel. Kb. 17 ezer ember dolgozik itt, sok magyar alkalmazottal. Lanchutban pedig a BMW gyár öntőüzeme található, ahol a motor és alvázelemeket készítik.
Így itt jártunkó bizony sűrűn hallhatunk magyar szavakat az utcán. A BMW gyár dízelfejlesztő és kutatóközpontjának vezetője volt közel 20 éven át dr. Anisics Ferenc, akinek 2023. március 15-én adományozott a magyar miniszterelnök Széchenyi díjat. A dízelmotorok fejlesztésében elért világszínvonalú eredményei, valamint az innovatív és sikeres mérnöki munkája elismeréseként. Csendes kisváros főutcáján találjuk a Szent Johannes plébánia templomot. A katolikus templom 183 méter magas. Ebben a templomban láthatunk egy Szűz Mária képet. Ez a kép 1686 után került ide, mikor a török kiűzésre került Budáról. 1702 óta ez a kép, mint csodatévő kép, különösen kedvelt a bajorok és az itt élők körében, gyógyító és megváltóként tisztelik. Dingolfing városára jellemző, hogy gyakorlatilag a szökőkutak városa is. A Szent Johannes templom előtt is találunk egyet, de ebben a kisvárosban összesen 19 hasonló szökőkút található. A város építészeti érdekessége még a Hochbrücke, mely egy ötöblös téglahíd. 1612-ben épült, áthidalja az Isar egyik mellékfolyóját, az Aschenbachot. Egy legenda is kering a hídon látható ló patájának lenyomatáról, mely szerint az 1743-as osztrák-magyar örökösödési háborúban a város ostromakor egy ló és egy lovas átugrott a híd korlátján, és csodába határos módon sértetlenül épségben az aljára ért és elvágtatott. A Herzogsburg épülete előtt állunk. Az épületet 1410-ben építették az akkori hercegek vadászrezidenciának, és hogy a központi nemesség ebben az épületben tartsa rendezvényeit. 1959 óta a Városi Történeti Múzeumnak és az Ipari Múzeumnak ad helyet. A történeti múzeumi részben találjuk azt a kenyérládikát, amely az 1700-as évek ínségére emlékeztet. Azokban az években ugyanis nagyon sok bajor telepes elindult Magyarországra, hogy ott találjon szerencsét. Dingolfing és Landshut városát az Isar folyó partján találjuk. A folyó 300 km hosszan folyik Ausztriából, mire eléri a Dunát. Dingolfing mellett található a Königsauer Moos területe. Ezen a vidéken érdekes állatokat, a fehér kócsagokat figyelhetjük meg. És képzeljétek, ezek a madarak egészen Magyarországról repülnek idáig, hogy itt teleljenek át. Természettudósok ugyanis megállapították, hogy már most több éve ezek a kócsagok a fertőtő vidékéről érkeznek ide. Landshutban és Dingolfingben magyar boltot is találhatunk, ahol mindenféle magyar finomságokat vásárolhatunk. A boltokról készített filmünket videótárunkban megtekinthetitek. Reméljük, filmünk elnyerte tetszéseteket, és kedvet kaptok felkeresni ezeket a magyar emlékhelyeket. Valamint megnézitek majd sorozatunk következő kis filmjét is.